az Atyának, a Fiúnak, a Szent Léleknek áldása szálljon le rá, maradjon rajta mindörökké. Felföldi László megyés püspök mondott áldást és szentelte újjá a Majosiak templomát. Az egyházi vezető arról is beszélt, a közösségek újjáépítése most közös feladat. Az ember alapvetően mindig közösségben élt. Ha az ősember életét, vagy csak 50 évvel visszamegyünk, közösségben éltek az emberek. Az utolsó 50 évben veszítettük el ezt a közösséget. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezt újra visszanyerjük, megtaláljuk ehhez az utat. És egy-egy ilyen ház, egy kápolna, egy közösségi ház segít a családoknak, hogy összejöjjenek, együtt legyenek, akár a teljes családok, akár akik csak egyedül érik az életüket. És tulajdonképpen így lesz újra egészséges az ember, a család és a közösség. Ez nem egy út, vagy azt gondolom, hogy ó, jó dolog, hanem a legeslegfontosabb dolgok közé tartozik. Ezért nagyon boldog vagyok, hogy itt tényleg a templom, a közösségi ház, az itt élőknek a közösségi tere együtt lesz, találkozik, mert így fognak valójában erősödni és egymást segíteni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egyeket teszem a választókerületének országgyűlési képviselője Szent Ágoston gondolataival adta át a Majosiaknak a felújított katolikus templomot. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Arról is szólt, a felújítás és az összefogás és a hit ünnepe, melyben az országos, a helyi politika és az itt élő civilek közös akarata érvényesült. Azt mondta, a kormányzat 2010 óta kiemelten kezeli a Kárpát-medencében a közösségi és egyházi épületek építésének és korszerűsítésének ügyét. Mivel ez Bonyhád városnak egy település része, ezért a pályázati lehetőségekből is kiesik, ezért a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely miniszter úr segített a település, illetve az egyház a Majos értékeiért alapítvány segítségére, és a miniszterelnökség 100 milliós támogatásából tudtuk felújítani a templomot, illetve a templom mögött a közösségi teret. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy erős közösségeket építsünk itt Magyarországon, a Kárpát-medencében, mindenütt, ahol magyarok élnek. Ez is ezt a célt szolgálja. Az elmúlt időszakban 2010 óta körülbelül 3000 új templomot, felújított templomot, egyházi közösségi teret tudtunk átadni Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Filóni Ferenci Bolya polgármester arról beszélt, az itt élők számára ez a hely nem csak a hitélet megélésének helyszíne lesz. Bonyhád város önkormányzata is támogatta a felújítást, és Magyarország kormánya volt, itt kellett volna elsőként említenem, amely a legnagyobb összeggel segítette azt, hogy a Majosi katolikus templom megújulhatott. Nem csak templomként fog ezentúl funkcionálni, hanem egy közösség helyszíne is lesz, és én bízom abban, hogy az az erős identitás, ami a Majosiban van, még tovább tud erősödni azáltal, hogy lesz egy olyan méltó helyszín, ahol ők összejöhetnek és találkozhatnak. Szerintem ez a legfontosabb. Sárkány Szabolcsnak a település önkormányzati képviselőinek megítélése szerint a templom újbóli áldása és használatba vétele nagyon sokat jelent az itt élőknek. Ebbe a közösségbe folyamatosan, amikor a felújítás előtt ilyen 150 ember járt vasárnaponként misére, és ugye ez egy összetartó közösség, szerencsére a Majosiak ezek egy ilyen típusú emberek. Ez egy 50 éves problémát fog hosszú távon reméljük megoldani, mert ugye ez az épület, ez egy régi családi ház volt valamikor, az lett átalakítva a kápolnának, de hát ugye az idő és az építészeti megoldások sajnos a felújítást elhozták, és ezért időszerű volt ez a felújítás. A Majosiak templomának építésé 2 esztendőt vett igénybe, és a kormányzat 100 millió forintos segítsége mellé Bonyhád város és a helyi közösség tagjai is hozzátették a maguk lehetőség szerinti forrását annak érdekében, hogy ismét működhessen a katolikus templom, és legyen a közösségnek gyülekezőhelye.